Sziasztok, Zsófi vagyok! Induljon hát a 3 hetes homebody kihívásunk, amit már jó néhány napja láthattatok Instagramon, láthattátok a Facebookon, és most már láthattátok itt a YouTube-on is, hogy ez el fog indulni. Hogyha évek múlva nézed ezt, lehet, hogy még 2033-ban is fent lesznek ezek a videóim, és a tornák aktuálisak lesznek, akkor elmesélem, hogy 2020 tavaszán volt a nagy koronavírus járvány, ahol be voltunk zárva, 2 hónapig legalább, mint a való világban, abban is voltam ilyen zene. Na hát 2033-ban pláne nem fogjátok tudni, hogy mi volt az a való világ, hála Istennek. Na, térjünk vissza a témához, ez a homebody kihívás, ez egy olyan kihívás lesz, ami nem arról szól, hogy jaj, a végére egy aprócska narancsbőröm sem lesz, utána már olyan lapos hasam lesz, és olyan izmos, hogy diót lehet törni rajta, és a fenekemen is. Szóval nem erről szól. Be voltunk zárva, még most is nagyjából be vagyunk, de most, hogy így elvileg a végéhez közelít ez a karanténosdi, azt szeretném, hogy amire kiszabadulunk, ne azt érezze mindenki, hogy Jézusom, egész nap ültem a kanapén, vagy home office-ban a ebédlőszék, ebédlőasztal kombóval lett kialakítva az irodád, ami végképp szörnyű lehet, az a póz, ahol ott ülsz, meg tényleg még egy irodai szék, meg asztal talán egyen jobb. Na de, az, hogy sokkal kevesebb mozgás jutott, persze tudom, kimehettünk a szabadba. Én is rengeteg online órát tartottam, ingyen is, meg csoportban is mindenhol. De mégis, ez más, nem mehettél edzőterembe, lehet, hogy te nem tudsz otthon, lehet, hogy rengeteg gyerek van otthon, rengeteg gyerek, szóval persze nekem már lehet, hogy 3 is annyinak számítana, szóval sok több gyerek van otthon, nincs helyet tornázni, stb. Most ezeket a napi 15 perceket szánd magadra, nem fogok az összes előtt ennyit beszélni, szánd magadra, jó? Szánd arra, hogy hozzászokj arra, hogy te igenis naponta mozogsz, szánd arra, hogy felállj a kanapéról, mert tényleg elhiszem, hogy a home suli, meg home office, meg bezártság, meg főzés, takarítás mellett nem biztos, hogy volt kedved, de ez rólad szól, ez érted van. Azért van a mozgás érted van, hogy te jól érezd magad. Nem, ez nem egy büntetés azért, mert mondjuk sokat ettél, nem egy büntetés azért, mert elpunyadtál otthon, jó? Akkor is, ha ez egyáltalán nem karantén után van most, hogy te ezt nézed. Azért van a mozgás, hogy jól érezd magad a bőrödben, a ruhádban, igen, a tükör előtt is, és ehhez fogunk most visszatérni ebben a 3 hétben. Úgyhogy neki is állunk, az első 3 videónk, az majd később, akár nyugodtan egybe is fűzhető, mert ugye az összes videón variálható nyugodtan, és nagyon jól. De ez az első 3 videó, ez a nagyon alapokról fog szólni. Mindegyikhez lesz egyébként bemelegítés, tehát amikor majd később esetleg összerakod ezt a 3-at, akkor megcsinálod ezt a bemelegítést, ami ma van, rövid lesz, és utána a mai tornát, a holnapiból levágod a bemelegítést, és megcsinálod azt a tornát, holnap utániból is levágod a bemelegítést, és megcsinálod azt is, és aztán jön a nyújtás. Jó, így egy egészen jó kis órát fog kiadni. Ez az első 3 nap, de ez most arról szól, hogy aki esetleg még sosem pilátezett, az nem lesz itt most nagyon elmélet, nem nagyon, nem a legkönnyebb gyakorlatok lesznek, viszont egy ilyen pilátezes alapot ad ez a 3 nap. Kezdjünk hozzá, itt van a telefonom, úgyhogy én be is állítok egy időzítőt, méghozzá 12 percre, ne lepődjetek meg, hogy amikor csipog, akkor én még tovább fogom tartani, mert ugye 15 percet szeretnék nagyjából, és azért jobb az, hogyha előbb szól. No, én ezt elindítom, gyere állj föl, gyere húzd be a hasad, belső talpér föl, medencédet hátra billented, vállak lent, és beszív a levegő, kifúj, és told le a két vállad, szívod, fújod, és letol a váll, beszív, kifúj, és lent tart, elő, közép, hátul, közép, mozgassuk át ezeket a vállizületeket, elő,
és hátul. Jól húzd hátra, lent tart a vád, alaposan hátra húz. Jó, tart, gyere, nagy terpesz, és innen átnyúlsz oldalra, és vissza, ugyanaz az oldal. És vissza, és nyúlsz át, és vissza, és még egy, és csere, és vissza, nyújtózz el, és vissza, hosszan. Ha esetleg vagytok olyanok is, akik most kezdtek el egyáltalán mozogni, annak is nagyon-nagyon örülök. Gyere te csípőre a kezedet, és egyik irányba csípőkörzés, vagy medencéddel körzöl. No, és a másik irányba. Egyre nagyobb körök. Jó, és megállítjuk. Húzd a bal lábadat hátra, jó? Fogd meg, tartod, és figyelj, leteszed ezt a lábadat előre, és nyúlsz előre, tartod. És gyere föl, újra hátra húzod, és vissza le. És még egy ilyen pár, húzod, és vissza le. És gyere föl, jön a másik, hátra húzod. Hátrébb jövök, hogy tuti benne legyek a képbe, és le. Amikor ide lejössz előre, mindig a hajlított lábadon támaszkodsz, és vissza le. Hoppá. És egy utolsó, és le. Jó, gyere föl, gyere, támasz, cica hátad formáld, és homorítasz. Cica hát, és homori. Föl, és letol a balván, nézd meg a plafont, és közép. Másik, és közép. Fordulsz, és közép. Egy utolsó, és gyere föl, csuklód bokát átmozgatjuk. Jó, és már is nekiesünk itt a tornának. Gyere egy egy nagyobb terpezbe. Oldalra a két kar, hátra billen a medence. És gyere, oldalra akarod megérinteni a bokádat. Jó, de hátul. Mintha két fal között lennél. És föl. Le. És föl. Húzod a hasadat. Le. És föl. Fúj a levegő, és szív. Fújod, és szívod. Fújod, és szívod. Fúj, és még egy pár. Fúj, és csak fönn szív. Egy utolsó, és föl. Gyere, zárd a lábaidat. Párhuzamosak, és innen hajlítod a térdet. Gyere le, és föl. Le, és föl. Le, és föl, emeld a karodat, mintha valaki húzná hátra a fejed mögé. Jó, akkor kapcsol be hátul a hátizom. Még négy darab. Le, és föl, le, és föl, kettő, és föl, utolsó, le, és föl. Szuper, gyere is úgy, hogy a matracod mögötted legyen, és innen szépen leülünk, lefekszünk hátra. Gyere! Tartsd a két karod magad mellett, picit billegesd át a medencédet. Hasadat behúzod, és tartsd meg vízszintesen a medencét. Emel a két láb, emel a fejmellkas fölfele, függőlegesen kinyújt a láb, és mehet a százas. Paskoljuk a levegőt, ötön keresztül beszívod, és ötön keresztül kifújod. Szív két, há, négy, öt, fúj két, négy, öt. Koncentrálj a farizmodra is, és fúj, és a combodra is, jó, legyen kinyújtva a térd, akkor dolgozik a combod is. Szív. Fúj,
utolsó, beszív, kifúj, jó, letesszük, megnyújtózunk, és innen emeled a két karod, emeled a fejed, és csigolyáról csigolyára felgördülsz, előre megnyújtózol, és billented a medencédet, és gördülsz hátra. És emel a fej, fújod a levegőt, és jössz föl. Előre nyúlsz meg úgy, hogy széthúzod a csigolyáidat, behúzod a hasad. Azért nyúlok ilyenkor hátra, közben gördülsz, mert elmesélem nektek, hogy a legelső videómból, amit valaha felraktam a Facebookra, YouTube-ra, azon ennél a gyakorlatnál legalább 5 darabnál kilógott teljesen a bugyim, és azt mind ki kellett vágni. Szóval maradt helye a 10-ből 5 felgördülés. Na most remélem, hogy nem kell majd kivágnom. Egy utolsó föl, nyújtózz meg, és gyere feküdj le, hátra. Jó, két karodat tedd magad mellé, és fölnyújtjuk a bal lábat a plafon felé, és így körzünk vele keresztbe, és föl. Szívod a levegőt, és fújod. Szív, és fúj. Az első két gyakorlaton kívül, ami a 100-as előtt volt, ma csak alap pilates gyakorlatokat fogunk végezni. És másik irány, meg még a következő két napon is. Hosszú combbal nyújtózz ki a plafon felé, és föl. 3, 2, és megtartod, és nyújtva húzd magadhoz a lábadat. Nem lesz ennek a videónak a végén nyújtás, viszont nem is kell, hogy rakja végére. Nyugodtan rakhatsz, de nem kell. Jó, hajlít, letesz másik láb föl, és keresztbe, és föl. Szívod, és fújod a levegőt, de hogyha úgy esik jobban, mehet fordítva is a légzés, csak tartsd meg, úgy akkor, jó? Lefele, fújod akkor, és fölfele szívod, másik irány. A lényeg, hogy a légzésed vezesse a mozdulatot, segítse a gyakorlat helyes kivitelezését. Nyújtsd ki a térdedet, lefele szív, fölfele fúj, vagy lefele fúj, fölfele szív, és megtart. És nyújtva húzd magadhoz a lábad, és pipál a lábfej. Orrodon szívod, a szádon fújod a levegőt, nyugodtan foghatod itt lejjebb is. Jó, hajlít, és följövünk ülésbe, előre tesszük a fenekünket, és jön a labda nevű gyakorlat. Átkarold a lábadat, nézem közben az időt, behúzod a hasad, térdeit, közé viszed a fejedet, és innen billented a medencédet, és gördülsz hátra, és vissza. Nagyon figyelsz, hogy a gerinced mentén gördülsz, a nyakadra nem gördülsz rá, hasadat behúzod. Na még egyet. És fönt tartsd meg. Jó, innen nyújtsd ki a bal lábadat előre, csak én közben elfordulok. Fogd meg a jobb lábadon kívülről a bokát, belülről a térded. Ez most agymunka lesz, jó, de nagyon fontos. Pilatesben nagyon, de minden sporthoz. Úgyhogy itt váltjuk párat. Húzd ki magad. És váltod, jó? Kívülről bokád, belülről térdet fogsz. Na gyere, tartsd meg! Megemeled és hátra gördülsz, megtartod, és így váltod. Kívül boka, belül térd. Szívod a levegőt, és fújod. Helyesen kettőn keresztül szívod, kettőn keresztül fújod, és messzire nyújtózol, utolsó pár, de még ki is fújod, és húzd be, fogd meg a lábszárad,
És belégzése karral, lábbal megnyúlsz, ez a páros lábnyújtása nevű gyakorlat. Szív a levegő, és kifúj. Szívod, és fújod. Lent van a derekad valószínűleg, de a keresztcsontod mindenképp. Egy utolsó. És kifúj. Rápillantok az órára, maradunk még. Nyújtsd fel a két lábad, fogd meg a bal lábad két kezeddel, fönt a fej és ollózunk, vagyis nyújtott egy láb nyújtás. Hosszan húzd, és a másikat. Szívod a levegő, fújod a levegő. Utolsó pár, és fönt megtart, tarkóra a kéz, lábaidat összezárod, és messzire engeded le, és emeled. És engeded le, húzod be a hasad, és föl. Akkora a mozgástartomány, amekkorát helyesen tudsz. Idáig is mehet, jó? De a derekad ne emelkedjen. Enged, és föl. Ide raknék egy poharat, az ott megmaradna, jó? És az utolsó gyakorlat, itt a hasizomblokkunkban, igen, az, hogy elfordulunk, kereszt, ugye, szól a telefon, keresztbe fordul, fúj a levegő, és szív. Másik irány, és szív. És fordulsz, és közé. Fúj, és szívod. Kifúj, és közép. Még egy, és közép. Meg még egy pár. Ez az utolsó. Fúj, közép. És letesszük. És figyelj, gyere még oldalra. Jó? És egy utolsó feladat, ami nem annyira a klasszikus sorozat része, főleg itt, de még ide mi ezt berakjuk, a felülévő lábad elől, alullévő lent van térben, és csak emeled a feneket föl, és le. Fújod, szívod a levegőt. Én úgy érzem, hogy ezzel lesz teljes a mi sorozatunk mára, hogy egy ilyen kis oldalsó hasizmot ide még beszúrunk. Kettő, föl, és le. Fúj. Jó, gyere föl, és másik oldal. És itt is 8 darab hajlítva van a láb. Föl, és le. Fújod, szívod. Le. Ezek pici mozdulatok, nem túl nagyok. És a levegő vétel sem ilyen óriási, mély levegők, hanem picik. Fúj, szív utolsó, fúj. Jó, gyere itt le, fordulj át a hátadra, és csak nyújtózz egyet. Fogd meg a jobb kezeddel a bal csuklódat, és húzd, jó? És a bal lábaddal is nyújtózzál messzire. Nyújtózz, nyújtózz. És vissza. Másik oldallal nyújtózz hosszan. És vissza. Jó, gyere fölülésbe. Természetesen, ha szétnyílt hasizmod van, vagy bármi más, akkor azt ugye neked tudnod kell, hogy mit szabad, és mit nem szabad végezni, milyen gyakorlatod. Na, ez volt a mai első. Nagyon-nagyon szuper vagy, hogy végigcsináltad, és legyél itt kedden is, szerdán is, jó? De lehet, hogy te később kezdted el. Legyél itt holnap is, és szánd rá ezt az időt, iktasd bele a napodba, hogy reggel 8-kor, vagy reggel 5-kor, vagy este 8-kor, amikor neked belefér a családi és egyéb életedbe, akkor iktasd be, mint a fogmosást, különben ki fog maradni. Jó, az a te időd. Szánd magadra, szánd a testedre, jó, és ne felejts el az Instagramon és a Facebookon feliratkozni, követni, mert, meg természetesen itt a YouTube-on is, mert egy mindennapos motiváció más csatornáról is, az csak még jobban segíthet neked,
hogy ezt a napi mozgást, ezt be tud iktatni az életedbe, és rendszerré váljon számodra. Köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk holnap.